A következő videóban három fizikai kísérlet fog bemutatásra kerülni. Az első egy lendület és lendület megmaradás törvényéről szóló kísérlet. Ehhez egy kemény oldalú könyvet és egy labdát fogunk használni. Nézzük a kísérletet. A kísérletben jól látszik, hogy amint elengedtük a labdát, az a könyvön lendületet vett, amit a sík talajon ezután megtartott. A következő, második kísérletben szabadesésre, gravitációra, illetve rugalmas ütközésre fogunk megtekinteni egy fizikai kísérletet. Ehhez a kísérlethez mindössze egy labda szükséges, és egy magas ember, aki majd elengedi a labdát. Megkérném a segítségadót, hogy mutassa be a kísérletet. A kísérletben jól látható, hogy amint a labdát elengedték, az elkezdett zuhanni a Föld gravitációs erejének köszönhetően, és amint a labda Földet ért, rugalmas ütközés következett be, aminek hatására, ahogy látjuk, a labda visszapattant a Földről. Az utolsó kísérletben tehetetlenségre nézünk egy példát, ahol alanyunk fut, majd egy ponton hirtelen megáll, de a tehetetlenség vinné tovább, és ezért majdnem elesik. Én megköszönöm a figyelmet.